Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát azért jöttem így, Anita, mert legutóbb mondtad, hogy miért vagyunk kékben Mazsival, igen, és hogy valami rózsaszínszerűt hozza. Ja, értem. Még a rózsaszín várat magára, de valami... Azért egy kis kék lányossal van rajtad. Na, én szeretném, ha azért nem értenéd félre, és nem támadásnak vennéd, amit most mondani fogok. Én nem tudok ezzel azonosulni, amit ti csináltatok, és nem is nézem jó szemmel, de ez az én véleményem. És nagyon sok kérdés felvetett bennem ez az egész, ugye szülő vagyok én is, hogy van-e joga egy szülőnek egy ilyen pecséttel indítania a gyerekének az életét. És most nem arra gondolok, hogy nem vártátok szeretettel, vagy akár, hogy élőben közvetítettétek ezt a dolgot, hanem arra, hogy én azért elolvastam itt a kommenteket, és az egész őrület, ami e körül zajlott, és hát ez nem volt mindig pozitív. És én hiszek ebben, hogy ezek az energiák elérnek az emberhez. Megéri ez? Te láttad egyébként, hogy belenéztél? Nem, haragudj. Ha te szültél volna mondjuk egy nyulat, picit, vagy egy sünt, akkor jó, megnéztem csak arról volna. Bármilyen véleményt formálni, hogy pusztán műsorvezetőként kommenteket olvasol, és mondjuk nem feltétlenül a szakirány oldal felé mész. Én nem formáltam véleményt, én annyit mondtam, hogy jó ez, hogy ilyen negatív, Anita, azért nem volt mindig negatív azt mondtad, dolog. Hogy te ezzel nem tudsz azonosulni. Nem, hogy élőben közben... És közben nem. Azt mondod, hogy bele sem néztél, de a kommenteket de olvastad. De szültem már gyereket, tudom, okay, milyen a gyerek. Bocsánat, én szeretnék az Anita mellé állni. Én ugyan nem szültem gyermeket, de én is azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan leendő édesanyaként azt gondolom, hogy én ezt a dolgot én magam is úgy szeretném megélni, hogy a párommal együtt, a gyerekemmel együtt, de ebben semmi rossz nincsen, hogy ti ezt másképp gondoljátok. Persze, ez a ti életetek, csak egyszerűen mi ezt az oldalt képviseljük. Én azt láttam és azt tapasztaltam az előtte lévő 9 hónapban, hogy olyan műsorokat láttunk, akár a TV2-n, akár más csatornákon, ahol civil anyák bemutatták a szenvedésüket, a vajódásukat és magát a csodát. Az én feleségem folyamatosan ezt nézte. És mivel van neki egy saját anyás csoportja, ahol több ezer nő van jelen, felmerült ez a kérdés, és ő ezt mondjuk szerette volna átadni. És én ebben viszont apaként, másodszoros apaként nagyon szívesen támogattam, mert mindenki csak a saját példáján keresztül tud mondjuk bármit is mutatni. És háromféle csoport van. Vannak azok a nők, akik már szültek, vannak azok a nők, akik szeretnének szülni, és most van egy harmadik tábor, akinek sosem adatik meg, hogy lehessen majd gyermekük. És bármilyen szülésfelkészítésre elmehetsz, meg bármi történhet, az nem olyan, mint ezek a videós tartalmak, ahol ténylegesen látod azt, hogy mi történik két emberrel, akár az apával, akár az anyával. Félreértés ne essék, én nem véleményt formáltam erről az egész szülésről, mert azt gondolom, hogy a szülés egy csodálatos dolog. Az meg pláne, amikor az apa is ebben részt vesz. Én azt mondom, vagy az én meglátásom anyaként, hogy jó-e az, és azért te is tudod, mert ebben a világban élsz, és azért nem egy pozitív, tehát hogy van, aki szeret, van, aki nem, de hogy jó ez, hogy ennyi negatív dolog is párosul ehhez, tehát a pozitívon túl, hogy ez egy annyira intim dolog, és nyilván itt kiverte a biztosítékot, hogy pénzt kértetek, nyilván kivert, vagyis hogy fizetős volt, nem kértetek, nem volt hanem fizetős, hogy fizetős nem volt fizetős, volt. Anita, egy bizonyos rész után volt fizetős. Uh-huh. Pontosan azért a legérzékenyebb résznél, amikor az utolsó szakasz volt fizetős, maga a bemenetel a kórházban és a vajudási szakasz nem volt fizetős, hiszen mindenkinek szerettük volna megmutatni, de azt, ami az utolsó szakasz, az pontosan a negatív és a trollok kizárása véget tettük fizetősé egy elképes összeggel. Hát igen, de utána már elkezdtek számolgatni is az emberek, hogy majd mire költitek ezt. Tehát, hogy én csak ezt kérdezem, hogy jó ez? Anita, én azt látom és azt tapasztalom, hogy azoknak a nőknek, akiknek adtunk, azok boldogok, és imádják ezt. És én évek óta sem kommentet nem olvasok, sem nem nézem azokat a negatív dolgokat, ami ezután érkezett. És te meg tudtad élni úgy a pillanatot, vagy arra figyel, tehát, hogy mert azért itt a figyelem nyilván megoszlott? Szerintem pont azért vannak, és ezen a csatornán is van egy ilyen beköltözős műsor, hogy pontosan tudjuk, hogy van egy pszichológiai határa annak, amikor egy ember elengedi a kamerát. Ha te ott vagy több órán keresztül, észre se veszed a kamerát. És azt gondolom, ma már a Mazsit is mondhatjuk tévésnek, rengeteg adáson túl van. Minket egyáltalán nem, hogy nem zavar, hanem nem is vesszük észre a kamerás jelenlétet. És amikor ráteszik a gyereket a mellkasomra, és
és én azt átérezhetem. Hát semmi mással nem tudsz foglalkozni egyébként egy szülés alkalmával, de megnézel egy civil adást, az is ugyanilyen. Elfelejti mindenki, hogy hol van, hiszen nem is tudsz rá összpontosítani, hiszen te a feleséged, a feleséged pedig rád. A szülész nőt nem hallja sok esetben mondjuk a feleségem az utasításait, mert ugye tőlem várja a segítséget. Ez szerintem egy csodálatos útja az életnek, amiről az élet szól, hogy megszületik egy gyermek, 3000-szer elesik, feláll, kikerül az életbe, vannak buktatói, aztán majd megtalálja a boldogságot, és mondjuk férhez megy, vagy mondjuk felesége lesz. Mi azt kívánjuk tényleg nektek, és hát főleg leginkább Emmának, hogy legyen egy nagyon szép, boldog élete, de ettől függetlenül, hát persze, hiszen ti szülőként nyilván erre törekedtek, de milyen ugye a szülést akkor, aki megnézte, az láthatta, milyen a kis Emma, milyenek a mindennapok vele? Azt mondják a nővérek, hogy elkényeztet minket, mosolyogva eszik, aztán alszik nagyokat. Egyébként szerintem nagyon-nagyon jól ráérzett a Mazsi az anyasságra, így az első pillanattól kezdve, hiszen nem várja meg, hogy mondjuk sírjon, ugye a tejcér, hanem ahogy már pislákol, ébredezik, ráteszi a cicire, aztán utána van egy kis etetési mogatás, beszélgetünk vele, most már otthon vagyunk, mennek ugye a közös fürdetések, úgyhogy kétszer apukaként nekem most két angyalra kell vigyáznom, és én ezt nagyon-nagyon jól éltem meg, és most már sokkal másképp látom a világot, sokkal csodálatosabbnak látom a világot. És azt, hogy egyébként... szólt hozzá, nyilván ott a másik oldalon is van a testvér. Igen. Nati nagyon várta, aztán meglátta, belebújt, először csak így piszkálgatta, utána fogdosta, ölelte, úgyhogy ez szerintem egy óriási dolog, és tehát ebből a szülésből is azt kell kivenni, hogy csak a nők képesek egy olyan önzetlen önfeláldozásra, amin keresztül mentek 9 hónapon keresztül, és akár 5-8-10 órán keresztül. Szerintem magának az anyagnak erről kell, hogy szóljon, és erről is szólt, mert lehetett látni, hogy a Mazsi vajúdik, ahogy megszenvedi azt, hogy ő szeretné természetes úton világra hozni a kislányunkat, a sportolói múltjából fakadóan valószínűleg a tágulás nem volt olyan mértékű, ezért lett a végén császár. De ő nőként mindent megpróbált, hogy természetes úton világra hozza a közös kislányunkat. Igen, de én azt gondolom, hogy azzal sincs semmi baj, hogyha császárral született. Persze. Ugye ez egy nagy vita az anyatársadalomban. Én azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor döntést kell hozni. A lényeg az, hogy egészséges, felsírt, ordított, és ott voltatok mellette. Az, hogy én ezzel nem tudok azonosulni, az az én gondom, az az én problémám. Van, nyilván egy kicsit máshogy látjuk ezt a világot. De föl kell tennem ezt a kérdést, mert most ezt kezdték el cincelni, hogy mi lesz a pénz sorsa. Felajánljátok jótékonyságra? Nem is foglalkoztam még egyébként a pénzzel. Nem annak van itt az ideje. Hiszen annak van az ideje, hogy hazamegyek, otthon van a baba illat, együtt vagyunk, és együtt összerakjuk a következő kis életszakaszunkat. Nem foglalkoztunk a pénzzel akkor sem, hiszen nem erről szólt, hanem arról szólt, hogy aki szeretne, betekintést nyerhet. És egészen a születés pillanatáig betekintést nyerhetett. És ugye hát a szülés látható. Már a lábát láttuk a gyermeknek. De hogy valamikor megmutatjátok majd bizonyára a babát? Bizonyára, igen. Volt ugye a kórházban volt egynapos fotózásunk, most megyünk 8 napos fotózásra, vagyis nem megyünk, hanem ugye hozzánk érkeznek, és akkor majd bizonyára egyszer csak hamarosan, amikor mi úgy szeretnénk. Jó, hát a lába Mazsié. Ezt tudnám mondani, de még a többi test része is. Szép nevet választottatok, én örülök, mert mikor utoljára itt voltunk, igen, akkor még beszéltetek erről, és mi mondtuk a Linnel, hogy legyen Emma. Az nagyon jó. Úgyhogy jó egészséget a többi nevöntös. Nati választott igazából az Emmát, ez az ő döntés. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jó egészséget, és Mazsinak is sok puszik. Köszönjük. Jövünk vissza szünet után.